Sziasztok, Zsolt vagyok. A mai videóban a Meguiars-nek a Hybrid Ceramic Flux nevezetű termékét fogom felvinni itt a gépjárműre. A felvitel módja nagyon egyszerű, ugye le kell tisztítani a kocsit, értelemszerűen, ha a módotokban áll, röprosd eltávolítás, gyanta eltávolítás, gyurma, polér, alkoholos lemosás, zsírtalanítás, és a többi, hogy minél tovább tartson. Majd vizes felületre kell felvinni. Ehhez 2 darab rongyot fogok használni. Először csak ráfújom a felületre. Az legelső felvitelnél, amikor használjátok ezt a terméket, akkor többet kell használni, és akkor ugye többet kell felfújni a felületre, egy rongyal át kell törölgetni, egy másikkal pedig visszatörölni. A következő használatokkor pedig már, amikor csak le van mosva a kocsi, akkor csak 2-3 fújás panelenként és a magas nyomásúval le kell öblíteni, tehát nem kell kenegetni, nem kell leszállítani semmi. De majd azt is megmutatom. Mindjárt közelebb megyünk a kocsihoz, megnézzük, hogy mennyire taszítja most a vizet, bár el tudom nektek mondani, hogy sem ennyire jelen pillanatban, és majd utána össze tudjuk vetni a végeredménnyel. Csapassuk!
Na hát ennyi is volt körbe applikálni az egészet. Egy kicsit ilyen, nem ragadósnak, hogy mondjam, ilyen fogósnak érzem, amikor törli az ember vissza szárazza, akkor próbálna fennmaradni, de nem vészes a dolog. Le lehet azért törölni. Meg hát láttuk ugye, hogy milyen szépen pergeti a vizet. Most mindjárt megmutatom, hogy ugye amikor megvan ez az alapréteg, akkor a következő mosásoknál, hát nem mindegyiknél értelemszerűen, hanem attól függ, hogy milyen sűrű mossa az ember a kocsit, minden x-edik alkalommal érdemes úgymond után tölteni egy kicsit, hogy tovább tartsom, ugye jobban pergesse a vizet. Tehát ahogy mondtam, csak egy pár fújás és utána magas nyomásúval lenyomjuk. Rendben van, fiúk, lányok, ő volt a Meguiars-nek a Hybrid Ceramic Wax nevezetű terméke. Kellemes áfonya illata van, könnyű vele dolgozni, és szép eredményt ér el, ugye szépen pergeti le a vizet. Úgyhogy csak ajánlani tudom. Ezzel a videó véget is ért, ha tetszett, küldjetek le egy lájkot, iratkozzatok fel a csatornára, és ne felejtsétek el megnyomni a kis csengettyűt, így nem maradtok le ilyen is ehhez hasonló videókra. Köszönöm szépen a figyelmeteket, és kívánom, hogy legyen szép a napotok. Sziasztok!